Jézus Krisztusnak, a mi megváltó Istenünknek kegyelmével és szeretetével köszöntöm a televízió nézőit. Isten hozott mindenkit a képernyők elé. Pál apostol rómabeliekhez írt levelét olvassuk, igeversről igeversre, ma a 13. rész néhány befejező négy verse következik, a 11-től a 14-ig. Ez az idő parancsa számunkra, mert elérkezett az álomból való felébredésnek az órája. Most már közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlóban, a nappal már közeleg. Vessük le hát a sötétség cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Járjunk tisztességesen, amint illik nappal. Nem dobzódásokban és részegeskedésben, nem paráználkodásban és kicsapongásban, nem civódásban és irítségben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézust Krisztust, és a testet ne dédelgessétek bűnös kívánságokra. Alvás, ébredés, éjszaka, nappal, kívánság és annak való ellenállás, mondhatjuk néhány fogalmat így összerendezve a mai igénket. De a legfontosabb, amit nem mondtam, öltözzük fel a Krisztust. Hát mit jelent? Jézus olyan, mint egy ruha, föl lehet venni? Szó se lehet róla. Nem így van. Hát akkor miért mondja az apostol, hogy öltözzétek fel a Krisztust? Természetesen egy képes beszéd ez, és mélyebb sokkal az értelme, mint ez a szó csak úgy jelzi. Hiszen nem lehet felöltözni, de lehet úgy élni az életet, hogy aki téged lát, az azt higgye, hogy Jézus Krisztus látja. Azt a szeretetet, azt az önfeláldozást, azt a másnak jót tenni akarást, ami ennek a világnak nagy-nagy hiánya. Mert különösen a mai időkben, itt az idők vége fele, megvalósul az, amit Péter levelében egy hosszú felsorolásban olvasunk, talán néhány dolgot idézek ebből. Milyenek lesznek az emberek az utolsó időkben? Hát elsősorban magukat szeretők. Ezzel szemben a Krisztus felöltözése az pont ennek az ellenkezője. Hiszen Jézus azért jött, mert ezzel mutatta meg, hogy másokat mennyire szeret. Vagyis felöltözni Krisztust, úgy élni az életet, hogy azt mutassuk meg, másokat mennyire szeretünk, vagy másokat mennyire szeret általunk, rajtunk keresztül az Isten. Aztán ezt mondja az utolsó időkről egy másik ige, nem sokkal később ennél lesznek az emberek magukat szeretők, azt mondja, lesznek engedetlenek. És mit olvasunk Jézusról? Azt, hogy engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Öltözzük fel a Krisztust, akkor menjünk a keresztre mi magunk is. Hát ha a szó szoros értelmében nem is ezt jelenti, de lelki értelemben igen. Hiszen maga Jézus mondja, hogy aki én utánam akar jönni, vegye fel a maga keresztjét. Vagyis azokat a nehézségeket, amelyeket az életben tapasztalunk, akár Isten próbatételeként, akár az ördög akadékoskodásaként kerülnek elénk ezek, azokat ne próbáljuk elkerülni, hanem szenvedjük végig, ahogyan Jézus sem kerülte el a szenvedést, hanem vállalta mint halálig. És az engedelmesség, ez egy nagyon fontos isteni erény. Csak azt tud engedelmeskedni, akiben Jézus Krisztus lelke van. Ugyanis a sátáni lélek az mindig engedetlen, az mindig lázad, lázadó. Lázadt Istennel szemben, lázadt az angyal társaival szemben, lázad az egész világ ellen, semmi nem jó úgy neki, ahogyan ezt Isten megteremtette, át akarja formálni a saját képére és hasonlatosságára, hogy nem rend, hanem káosz legyen mindenhol. Látjuk ezt sajnos a mai fiatalok sokféle zavaros öltözködésében, látjuk a szétszakadt, széttépet nadrágokban, a tépet frizurákban, a piros, a zöld, a rózsaszín hajakban, a piercingekben, amelyek a
köldöktől fogva a szemére majkakig, a szemöldöktől, a fülcimpán sorakozó 6-7-8-9-10-ig, akár a mellbimbóba fűzve is, szóval elképesztő, hogy mit ki nem talál az ember, hogy gyötri a maga testét, és hogy a káoszt a rendtől valamiképpen megjelenítve megmutassa, hogy ő nem rend embere, hanem a káosz embere, és össze-vissza szegezi magát. Először még csak az öveinket, meg a ruháinkat szegeztük össze, volt egy ilyen divat, meg aztán a cipőket, aztán később most már ott tartunk, hogy a saját testüket is összeszegezik az emberek, és nem csak szegezik, hanem firkálják is. Pedig a Bibliában egyértelmű tanítás van erre nézve is, hogy ne tetováltassátok magatokat. Van olyan fordítás, ahol ezt égetésként lehet megtalálni, hogy ne égessétek magatokat, mert az ókorban is volt ez szokás, hogy magukba égettek különféle ábrákat, amivel nem csak valamiféle tulajdonlásnak a mikéntjét voltak hivatva megjeleníteni, hanem esetleg egyfajta közösséghez is tartozást jelentett ez. Ugyanazt a jelet égette mindenki a maga bőrébe, karjába, tenyerébe, készfejébe, stb. És hogy az ördögtől való ez, ezt látjuk abban, hogy az ördög lesz az, aki majd, ahogy a Jelenések könyve 13. részében olvassuk, így az utolsó időkben jelet tesz mindenkinek a homlokára vagy a jobb kezére, hogy kik az ő emberei, ezért nagy divat már a tetoválás, és szinte alig találni nem tetovált embereket. Lehet, hogy úgy néz ki, hogy teljesen átlagos és normális valaki, mégis ha mondjuk mezítelenre vetkőzne, akkor valamely rejtettebb, intim helyen mégiscsak megtalálni valami titkos kis jelet, tetoválást, akár csak egy kis pöttyöt is. Szóval az utolsó idők kaotikus jelei, azok nem Isten szeretetét mutatják meg, nem Isten istenségét akarják felmutatni, nem a törvény betöltését, hanem a káosz eljövetelét. Ahogyan a sötétség egyre világosodik, és azért Istennek legyen hála, az Úr gondoskodik ige hirdetőkről és ige magyarázókról, így az ige hirdetés, a Biblia olvasása és az imádságon keresztül felfedődik számunkra, mi a helyes és mi a jó. Ezért forgassuk minél többet a Bibliát, és keressük Isten akaratát ebben is, testvéri körben is, gyülekezetekben is. Imádkozzunk most is közösen. Hálával a szívünkben jövünk eléd, Istenünk, hogy ebben a csodálatos időszakban élhetjük az életünket, amikor már szinte tapinthatóan itt van a te visszajövetelednek a közeli pillanata. Kérünk, Urunk, ne engedd, hogy eltévejedjünk, ne engedd, hogy bármiben is eltérjünk a te akaratodtól, hanem segíts, hogy méltón készüljünk a te eljöveteledre, ahogyan a vőlegény várja a mennyasszonyt, és felkészíti, kicsinosítja otthonát, és ő önmaga is igyekszik külső megjelenésében is minél inkább tetszetősnek látszani a mennyasszony számára, és a mennyasszony is a vőlegénye számára. Úgy kérünk téged, Istenünk, hogy minket segíts egyre inkább olyanná formálódni, amilyen te vagy, hogy úgy készüljünk a veled való találkozásra, hogy téged tudjunk felmutatni saját magadnak, hogy íme ilyenné formálódtunk, és így dicsőítjük meg a te mindenek felett való nagy nevedet, Jézus Krisztus. Amen. A mai felolvasott igerészünk Pál apostol római levelének a 13. része utolsó igeversei, a 11-től a 14-ig terjedő versek voltak. Köszönöm, hogy együtt voltunk. Áldás, békesség, viszontlátásra!